Kedves nézőink, a hétvégén rendezték meg a 6. Tóberfest nosztalgiai járműfesztivált Tósóberénden. A következőkben erről láthatnak egy összeállítást. Szeretettel köszöntök mindenkit a Tósóberénért Egyesület nevében. 6. vagyunk itt. Akkor, amikor először jártunk itt a pályán, és kijelöltük ezt a helyet, és engedélyt kaptunk rá, hogy itt tartsuk ezt a rendezvényt, nem gondoltuk, hogy 6 lesz belőle, és reméljük még továbbiak is. Nem mondok számokat, talán csak annyit, hogy azok a társaink, azok a segítők, fiatalok, tanulók, diákok, felnőttek, nyugdíjasok, akik ma eljöttek, és dolgoztak már tegnap is, és még holnap is fognak azért, hogy Tósóberén városrész, illetve mindenki, aki kilátogat ide, veterános barátaik, akik az egész országból jöttek hozzánk, jól érezhessék magukat. Én azt gondolom, hogy ezeket a segítőket most tapsoljuk meg, és köszönjük meg, hogy itt lehetünk. Bravo, ez egy igazán szép dolog, hiszen mindenki önkéntes munkát végez, aki itt dolgozik. Nem szaporítva a szót, én azt kívánom mindenkinek, hogy ahogy a korábbi években is érezze jól magát ezen a rendezvényen, gyerekként, felnőttként, menjen trükkösbringázni, menjen légvárazni, bár kicsit nehezebbeknek, mint én vagyok, a légvárat lehet, hogy nem ajánlom. Sok jó műsor lesz színpadon kívül. Mindenki érezze jól magát, és szép emlékekkel térjen haza. Én köszönöm még egyszer, hogy ennyien eljöttetek, reméljük, hogy még többen lesztek. Szép napot, jó szórakozást mindenkinek, jó szórakozást a veterános barátainknak is, este 6-kor pedig meglátjuk, hogy milyen díjazottak lesznek. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Szép napot, jó szórakozást a Tósóberénért Egyesület nevében mindenkinek. Augusztus 6-án került megrendezésre a 6. Tóberfest. Hogy sikerült? Hát még ugye nincs is vége, de szemlátomás jól sikerült. Jól sikerült a veteránosoknak a túrája, jól sikerült szerintem a díjazás is. Talán a közönség díja is azt tükrözte, ami a valóság. Egyre szakértőbb a közönségünk, ez azt is jelenti. Összességében elmondhatod, hogy a fesztivál jól sikerült, reméljük így lesz ezután is. A Nosztalgia Jármű Fesztiválra hány jármű érkezett? Úgy emlékszem, hogy 124, de nem mernék rá fogadni. Körülbelül ennyien voltak. Milyen kategóriákban lehetett nevezni? Személyautó, motor, traktor és egyéb kategóriákban. Különlegessége volt a 6. Tóberfestnek, hogy sárkányrepülőket is lehetett látni.
Igen, mivel az a neve a fesztiválunknak, hogy Nosztalgia Jármű Fesztivál, hát az is egy jármű, csak légi jármű, amit valóban eddig még nem szerepelt. A kapcsolat onnan, hogy a drága testvérem, ő sárkány repülőzik, motorossal, nem motorossal, több fajtát kipróbált már, és az ő társaságuk egy kicsikét összeforódik a veteránosokkal, mert a repülősök között van olyan társuk, aki veterán klubban is érintett, és egy kicsikét így összehoztuk a dolgokat, hogy legyen egy olyan érdekesség, amely eddig még nem volt. Melyik volt a legfiatalabb és a legöregebb jármű? Hát ezek komoly keresztkérdések, nem tudom megmondani. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a veterán járműek azok 30 évtől kezdődnek, sőt, mi több, inkább idősebb kortól. Az ilyen youngtimereket is elfogadjuk mi azért, ami 30 évnél fiatalabb, hiszen nem mondunk nemet senkinek se. Ami nagyon kírja a sorból, azért annak megmondjuk, hogy lehetőség szerint inkább tuning sorra vigye a járművét, de azt gondolom, hogy olyan 25 évtől fölfelé bárkit szeretettel vártunk. Milyen típusú járművek érkeztek? Hát személyautó kategória is nagyon vegyes volt a keleti-nyugati blokk, ahogy minden évben szokott lenni. Azt gondolom, hogy 6 év után már olyan a fesztiválunk, hogy mindenki nagyon jól tudja, hogy helye van itt a fesztiválon, jól érezheti magát. Én nem emelnék ki külön kategóriákat, külön típusokat. Volt egy kis meglepetés is az idei fesztiválon. Mindenképpen meglepetés volt, hogy az 5. tervezett retrodiszkot elvert az eső. Tegnap beszélgettünk éjszaka, és miközben beszélgettünk, azért kiderült, hogy az a 70-80-100 ember igencsak jól érezte magát, úgyhogy én arra buzdítok mindenkit, bármilyen idő van, jöjjön, mert jó lesz. Számos kísérő rendezvény is volt a mai napon, hogy akik miután megnézték a járműveket, ne menjenek haza és maradjanak még itt a kristálypályán. Mi mindent lehetett látni, hallani, kóstolni? Igen, hát büfések, kitelepülők természetesen szép számba voltak, melegétel, hidegétel, kürtös kalács, langallon, nem sorolom végig az egészet, ételital volt bőven, és még most is van. A színpadon most készülődik az egyik zenekar. Szép sorban remélem sikerül elmondani, és nem hagyok ki senkit, és nem sértődik meg senki. Az első volt a Platina Tánc Stúdió, aztán 3 órakor a megnyitó után volt a Rai Bizzi zenekar, amely az egyesületünknek a zenekara, ezt most ugye egy kicsikét nem, remélem nem sértődnek meg a fiatalok, ha ezt mondom. Aztán voltak hangadók, volt a Rolling Country kerekesszékes táncosok, és velük volt még egy csapat, de olyan hosszú a nevük, nem tudom elmondani. Aztán a hangadók után Ajkarokbend után lesz még majd a Na és zenekar, és amit este 8 óra utánra írtunk, a meglepetés zenekarnak most már bátran elmondhatom a nevét is. Kicsit prózaian azért volt meglepetés zenekar írva a plakátra, mert olyan hamar készült a plakát, hogy még nem tudtuk, mi lesz a nevük, és ők pedig a Mega Buli zenekar. Közülük már volt olyan tag, aki korábban szerepelt itt, reméljük, hogy nagyon jó bulit fognak csinálni. Ami a fellépők közül egy külön érdekesség, 1-2 évvel ezelőtt alakult a Torsók Berindért Egyesületbe egy kis csapat, aki nagyon lelkesen lép fel különböző rendezvényeken, természetesen nekik is itt a helyük, hogy a TBA Art Studio. Az előző években nagyon nagy népszerűségnek örvendett az Icarus busz, amelyik szállította az érdeklődőket, és egy pici vonat. Ez is megtelt, azt gondolom, hogy az idei évben, minden egyes fordulón. Igen, hát ugye a korábbi évek sikerei alapján azt mondhatjuk, hogy nekik kötelezően itt a helyük szintén. Tehát ez örök sláger, és jó nézni a mosolygós arcokat, amikor felszállnak rá és visszaemlékeznek. Mennyire különlegesek ezek a járművek, amik most itt vannak ezen a mostani 6. Tóberfesten? Én mindig egy példát szoktam elmondani, amit személyesen láttam itt a szervezések során, ez talán még a legelején lehetett. Gyermekkorunkban ezek a Java Mustang nevű jószágok, ezek nem voltak a kedvenceik, akik annyi idősek, mint én, már tudják, hogy ez egy ilyen kis 52 centis kis mondjuk vacaknak, és nem szerettük annak idején. Ellenben volt egy olyan fesztivál az elején, amikor egy járműről úgy vették le, egy utánfutóról, minthogyha körülbelül egy aranyrúd lett volna. És én azt akkor tanultam meg, hogy mindegy, hogy milyen a jármű, nekünk azért kell megtisztelni ezeket a jármű tulajdonosokat, mert megőrzik az értékeket az utókor számára. És mindegy, hogy az értéke amúgy milyen volt eredetileg, de ő figyel arra, hogy ezt láthassa az utókor. És az mindegy, hogy kétkerekű, kismotor, nagymotor, állómotor, traktor, teljesen mindegy. Azt gondolom, hogy megtiszteltetés, hogy eljöttek. Egy ilyen nosztalgia jármű tulajdonosként milyen gyakran kell ezeket a járműveket karban tartani, hogy kell rájuk figyelni, mennyiben más, mint hogyha valaki egy mostani, mindennapi használatban vett autót vásárol? Hát azért nyilvánvaló alkatrész beszerezni hozzá nem olyan, mint egy mai autóhoz, mert az a mai autópiacon olyan alkatrészek vannak, hogy egy nap 15-ször hozzák, ha kell.
Ezek a járművek azért azt gondolom, és erre is mondanék egy olyan példát, ami majd talán pár év múlva már nem lesz igaz, de most még igen. Nagyon sokan még inkább a lányokat simogatjuk, mint ezeket a veterán járműveket. Ez ugye azt is jelenti, hogy ők azért folyamatos karbantartás szépítgetést igényelnek, és amiért ezt a fesztivált nagyon korán, 6 évvel ezelőtt létrehoztuk, az azért volt, mert nagyon kevesen tudják azt, hogy ezek a veteránok mennyi időt, energiát, pénzt költenek ezekre a járművekre, hogy ilyen állapotba kerülhessenek, vagy eredeti állapotba kerülhessenek. Nagyon nehéz, ez olyan, mint hogy egy Chopin művet szeretnék elmesélni, nem lehet. Ott kell lenni és felújítani, és akkor mindenki megtudja. Idén 3 fő zsűri értékelte a kiállított járművek állapotát, küllemét. A zsűri elnöke Hauser György a veterán minősítések vizsgabiztosa volt. Az R107-es klub elnöke és alelnöke is segített az értékelésben. Az autó kategóriában kiemelkedett a bakongyepesi Pintér Emil Mercedes-Benz Ponton típusú járműve. A motorkerékpárok között a Simpson SR2-es típusú 1963-as jármű tetszett a legjobban a zsűrinek, amelyet Sopronból hozott el Artner Renáta. Peng Béla traktora szintén első helyezést érdemelt. Külön díjat kapott Koszorús Balázs Opel Kadett B-kupé típusú autója. A közönség díjat Szolnoki Dóra vitte el az 1982-es Chevrolet Corvette autójával Budapestről. Sok szeretettel gratulálunk, a személyautó kategóriában öné lett az első díj. Milyen autóval nyerte ezt a díjat? Ez egy 1958-as Mercedes Ponton. Az első önhordó karosszériás autó. Ebben egy 2200 köbcentis benzines motor van, 106 lóerős. Hát már abban az időben nagyon komoly technikával rendelkezik. És én 5 éve vásároltam. Akkor egyből felújítottuk, itt lakom Ajkán, és az 5. Tóberfesten veszek részt nagy örömmel, és visszajövök, mert helyi rendezvény, és saját magamnak érzem. És a rendezőkkel folyamatosan kapcsolatban vagyok az egész dologgal kapcsolatban. Nem csak ezt az autót hozta, hanem egy másikat is? Igen, van egy másik, egy Cabrio Mercedes, az is. Az egy 82-es, a Dallas filmből nagyon ismerős mindenkinek. Az a kislányomé, de hát azt jobban használgatjuk ezt, csak jobban kiállításokra hordjuk ezt a pontont itt mögöttem. Mennyire különleges ez az autó, amelyik ugye megnyerte az első díjat? Hát ez teljesen szét lett szedve az utolsó csavarig. Akárhová elmegyek kiállításra, a közönségdíjat sosem tudja megnyerni, mert van egy ajkai régi autós ember, aki megmondta, hogy és igaza van, közönségdíjat az az autó nyer, amelyiknek minél kisebb a teteje, minél kevesebb az ajtaja, és ha még piros is, akkor az közönségdíjas. Általában szakmai díjat szoktam vele nyerni, mert a szakmásban utazók látják azt a munkát, ami mögötte van. Tehát tényleg az utolsó csavarig fel van újítva, teljesen eredeti, sőt, még majdnem jobb állapotban lett visszaállítva. Mekkora az értéke ennek az autónak? Hát... Forintban meg lehet határozni? Szerintem nem. Nekem semmiképpen. Tehát nekem az érték... Többen mondták, hogy elcserélném egy új autóra, nem cserélném el soha. Azért nem, mert új autót bárki bemegy a szalomba és vásárol, ilyen autót viszont nem lehet a piacon venni. Tehát az országban sem nagyon van ilyen minőségben felújított ilyen autó. A Toberfest kivételével milyen egyéb más versenyekre szokta vinni akár ezt az autót, akár a másikat? Több rendezvény is van az országban. Az idén 2 rendezvényen voltam vele, az egyik egy budapesti veteránautós rendezvény, ott is nyert egy díjat, illetve van egy nemzetközi rendezvény Balatonfüreden, ahol Concord Elegance az a neve, az egy világhírű rendezvény, az egész világon van, és ott is a szakmai díjat nyert el, ott van a hátsó ülésen a akkori díj. Úgyhogy nagyon büszke vagyok rá, és tényleg a család kedvence. Gyerekek felnőttek, gyerekek járnak a Cabrióval, én nekem meg ez a gyengém. Amikor éppen nem kiállításon van ez az autó, akkor hol tartja? Valamikor nem otthon tartottam, hanem egy bérelt garázsban. Most már van otthon helye, és sokkal jobb, így, hogy minden nap látom, és minden nap megsimogatom. Térjünk egy kicsit vissza erre a rendezvényre, hogy érzi magát, és milyennek ítéli meg a versenytársakat, a többi autót? Egyre több autó van, nagyon szép autók vannak.
egyre jobb a rendezvény, nekem nagyon-nagyon tetszik, én saját magaménak érzem. Elcsalok minden évben több veteránost ide vidékről, ismerősöket, barátokat, veterán dolgokba utazó embereket. Most is volt itt egy gyönyörű Porsche, egy másik Mercedes gyönyörű, tavaly hoztunk egy nagyon szépen felújított Zsigulit, egy 1005-ös Zsigulit, úgyhogy én mindig büszke vagyok rá, és tényleg magaménak érzem, és nem hagynám ki semmi másért.